Tisztelt Német úr, szeretném megkérdezni, utalja a Biblia arra, hogy a nemzetiségtől függően választhat csak az ember házastársat. Egy fehér európai házasodhat egy fekete afrikaival, vagy egy pakisztánival. Én olvastam olyasmit, hogy Isten megtiltotta a zsidóknak, hogy más néppel keveredjenek. Nem vagyok fajgyűlölő, csak egy olyan országban élek, ahol mindenféle nemzetiségből élnek emberek, vagy több Társat kereső, van több társat kereső gyermekem válaszát előre is köszönöm egy hadgyerekes apa. A, először is az ószövetség. A, valóban a törvény tartalmazza, hogy más népeknek a leányait ne vegyék el Izraelnek a fiai. De ez nem e, elsősorban etnikai korlátot jelentett, hanem morális, spirituális korlát volt. Abban az esetben, hogyha betértek, úgymond, elfogadták a szövetséget, beléptek a szövetségi viszonyba, akkor természetesen ez az akadály az ilyen házasság kötések előtt azonnal megszűnt. Tehát lehetett házasodni. Hát pontosan a mesiásnak a család fájában hány olyan szemét látunk, akik más etnikumból származnak, kettőt, Rahab és Ruth. Tehát ezek goly hátterű hölgyek voltak, és ezeket a goly hátterű hölgyeket Isten kiemelte, beemelte Krisztusnak a családpályába. Miért történt? Mert elfogadták Izrael Istenét, bekerültek a szövetségi viszonyba, és ez is az bizonyítja tehát, hogy itt nem etnikai alapon álló diszkriminációról van szó, hanem spirituális, morális. Az volt a probléma, illetve a probléma igen, hogy Ábrahámnak a elhívása után Isten a nemzeteket a saját útjára bocsátotta, nem adott a nemzeteknek kielentést hagyta őket, ugye erre Pálapostól úton az apostolok leveleibe, illetve apostolok cselekedeteiben, hogy olyan Isten vagy olyan vallási rendszert dolgoznak ki, amilyent akarnak, nem foglalkozott, kikerültek a Noé val kötött szövetség kötés után a kinyilatkoztatáknak a történetében, mert Isten akart egy, egy szűk közösséget létrehozni, akik az Isten igéjét felveszik, Isten igéjét őrzik, és, el, előkészítik az emberiséget a messiásnak az eljövetelére, és hát van még más küldetése is Izraelnek természetesen, de ez egy alapvető küldetése volt Izraelnek, és látjuk, hogy a Ábrahámtól, illetve konkrétan Mózestől egészen Krisztusig, annak ellenére, hogy sok probléma volt, hogy a ketté az állam, déli és északi királyságra, és mind a kettő összeomlott, de ennek ellenére az alapfeladatukat betöltötték, tehát az Isten igéjét, az Isten tiszteletet megőrizték, és ennek köszönhetően a Biblia a kezünkben van. Ők elították össze a, például az Istentől inspirált könyveket, nem az új szövetségekre vonatkozik ez, hanem az ószövetségi könyvekre, amelyek ugyanolyan fontosak, mint az új, új szövetségi könyvek. Ha nem olvasnánk az ószövetségi könyveket, akkor be tudnak bennünket csapni, el tudunk kidni, el tudunk fogadni egy más mesiást. És pontosan az ószövetségi proféciákkal tudjuk ellenőrizni azt, hogy arról a, abba a mesiásba hiszünk-e, amelyről Mózes beszélt, és Ajás proféta, Jeremiás, Ezékiel, Dániel, tehát pontosan itt tudjuk ellenőrizni. Ezért látod az evangéliumban, hogy a názerti Jézus Krisztusnak a születésétől fogva egészen a mennybe állandóan ószövetségi proféciákra vagy írás helyekre utal az új szövetség, mert így bizonyítja a Lukács, Máté, Márk, János, hogy arról a szeméről beszélünk, akiről már jó előre profétáltak Istenek a szent emberei, és ezek a proféciák, ezek az ígéretek a názerti Jézusban beteljesedtek. Ha ezek az igék nem lennének, akkor igaz lenne az a vád, ami a legszörnyűbb vád lenne, hogy a kereszténység egy újvallás a kereszténység egy hamis vallás, és a názeti Jézus Krisztus egy hamis mesiás és ez a legsúlyosabb vád a kereszténységgel szemben, és pontosan ezért nagyon fontos a keresztényeknek is ismerni az Ószövetségen, hogy tisztában legyenek azzal, hogy minden, ahogy Pálapostól mondja az egykorintus belélkezik levél 15. fejezetébe, hogy az írásoknak megfelelően történt a názerti Jézus Kisosnak a halála is, és a föltámadása is. Úgy történt pontosan, hogy jó előre, évszadokkal előre, a proféták megmondták. Ezért fontos, hogy ismerd az Ézsajás proféta, a harmadik fejezetét, ide vonatkozó zsoltárokban található messiási proféciákat, is általában minden messiási proféciát, de nem csak a messiási proféciát, hanem a teljes írást ismerni kell. Irás, írás. Az a legabszolút tekintély, az a végső tekintély. A többi blabla. Bla. Jézus az egész földi szolgálata alatt az írásnak a tekintélyét erősítette meg, hogy a hitnek az alapja az írás. Azért mondja, hogy nem azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt, nem azért jött, hogy eltörölje a profétákat, egyetlen egy ióta, egyetlen egy vesző el nem múlik belőle, hogy benne legyen teljesedve. Mi, mit jelent ez? azt jelenti, hogy az ószövetségi írásoknak az abszolút tekintélyét megerősítette Jézus. Amikor feltámadott, és a tanítványok nem hittek abban, a fogalmunk nem volt, hogy mi történik, azt hitték valami spiritista jelenségnek az áldozatai, és mit csinált a feltámadott Jézus? Elkezdte nekik magyarázni az írásokat. Tehát a, ha nem magyarázta volna meg nekik, hogy ez van leírva, Ézsajás 53 ban meg más ige helyen, a tanítványok, higgyétek el, ugyan találkoztak Jézus Krisztussal, de nem hitték volna el, hanem egy ilyen furcsa, okult jelenségként kihagyták volna a gondolkozás módjukban, mert a zsidó emberek így voltak nevelve. Hogyha valamit nem tudnak alátámasztani és, és bizonyítani az írásokból, azt a természeti jelenséget kizárták az életükből, legalábbis az istenfélő zsidókra ez volt a jellemző. Ezért rendkívül fontos tehát az írásokban járatosnak lenni, és az írások alapján érvelni, hogy a názárti Jézus az élő Istennek a fia, ő a mesiás, és ő az, aki az emberiséget meg fogja ítélni, Izrael helyre fogja állítani, és ő az egyháznak is a feje az a mesiásba hiszünk, amely megjelent Ábrahámnak, megjelent Jákobnak, megjelent Mózesnek, megjelent még ezen kívül számos más Ószövetségi Szentnek, csak az a különbség, hogy az Új Szövetség azt jelentette be, mint örömhírként, hogy ez a mesiás emberi természetet öltött föl magára, és most már tudjuk a nevét, hogy nem csak mesiás, hanem názareti, a názareti Jézus, Amen. a mesiás. Tehát természetesen etnikai korlát nincs a, házasság, a házasság kötésekkel szemben, hanem egy do, fontos alapel van, hogy nem mehet két ember egy úton, hogy meg ne egyezzék. Tehát nagyon fontos, hogy a meggyőződésük, az értékrendjük, a hitük egy legyen, természetesen, ha nem egy, akkor se lehet tiltani természetesen a házasságot, nem erről beszélek, csak garantálva van a vállás a házasság kötésben, tehát, mert kijönnek a problémák, és kihasználja az életnek a gondjai, problémái, stb. So, stb. So so ha valaha nem egy világnézeten vannak, értékrenden vannak, a tapasztalat azt mutatja, nem marad a házasság. Meg a kulturális ellentétek, annak ellenére, hogy a multikulturalizmus nagyon nagy divat, de azért látni kell, hogy óriási nagy törésvonalak vannak a különböző kultúrák között, és az a meggyőződésem, hogy nem az a megoldás, hogy ezeket a törésvonalakat elkenjük és ködösítünk, hanem az a megoldás, hogy az emberi felebaráti szeretetem, Átlépünk a szakadékok fölött, és a szeretet a híd a különböző kulturális kultúrák közötti szakadék között. Más nem lehet. A kultúrák között nagy különbség van. A kultúra az nem Istenek az ajándéka, hanem emberek találták ki, és nincs két ember, aki egyenl egyenlő értékű munkát tud végezni. Csak nézd meg, a, a józanul indul, a a józanul gondolkodjál. Az egy embernek. Ö szerszámokat, hogy csinálja meg ezt a munkát, három ember háromféleképpen fogja megcsinálni. Nem ugyanaz. Hát a kultúra ugyanez. Az egyik megcsinálja, egyik tud értéket létrehozni, a kultúra már relatív értéken, másik meg ne, nem érték, hanem megnyilvánul a kulturális termékében a gonoszság. A, gon, a miért? Nincsenek olyan kulturális termékek, amelyek rombolnak, pusztítanak, kárt, bajokat okoznak az emberek, megkérdezem tőled. Nem láttál ilyen kulturális terméket? Én láttam. Állandóan ö, 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 harcolni kell ezzel szemben már olyan módon, mert ö, eléggé sok van belőle. És azt mondtuk tegnap, hogy a rossz és a gonoszra különösen ö, mind a kettőre jellemző a rombolás és a pusztítás. A jó az nem rombol, nem pusztít, illetve a rosszat rombolja, de jót ülteti, a jót táplálja, a jót növeli, a jót fejleszti. A, a rossz és a gonosz között meg azt mondtuk, hogy az a különbség, hogy a gonosz az megnátalkodottan, tudatosan rombol és pusztít és bajokat, károkat okoz az embereknek, megfosztja az embertársát tudatosan a becsületétől, a jó híreitől. Mit mondunk ilyen emberre, aki megfosztja az embertársát tudatosan a jó hírétől, becsületétől, hogy gonosz ember? Mit mondunk azokra az emberekre, akik tudatosan és megáltalkodottan meg akarják az embertársaiktól fosztani az életet, az érvényesülésre a lehetőségeket, a biztonságukat, az, hogy gonosz emberek. A Biblia így beszél ezekről. Ez az igazság. Tehát azzal, hogy mi letagadjuk, hogy nincs gonosz ember, nincs rossz ember, azzal nem tudjuk megváltoztatni a világot. Hazugsággal nem lehet megváltoztatni a világot, csak igazságossággal. Az igazság tesz szabaddá. Ma már ez akkora probléma, azért szeretnénk meg utalni, hogy sok prédikátor úgy, gondol, úgy gondolja, hogy a legfontosabb feladata, hogy pozitív benyomást gyakoroljon az emberekre, és éppen ezért törlik a szótárokból a bűnt, szó, meg ilyen, mindenfajta ilyen negatív kifejezéseket, hogy nehogy már az embereknek az érzéseit megsértsék, vagy károkat okozzanak emberek. Az igazság, a, a, ugye Isten igényéről beszélünk, olyan, mint a kétélű kart, Sa két éle van valóban vág, szúr, fájdalmakat okoz, de e az igazság által okozott fájdalom az az embert meg fogja változtatni. A rossz útról jó útra tudja téríteni. És megtanítja az embert arra, hogy önmagát is megítélje. Ha mi Isten ígéje alapján azt mondja a Lapostól, megítéljük magunkban a rosszat, akkor nem ítéltetünk meg. Akkor inkább mi gyakoroljuk az Isten igéjével való mondjuk önkritikát, vagy megítéljük a cselekedeteinket, mint hogy más gyakorolja, mert mi azért kiméletesek vagyunk önmagunkhoz, mások sokkal kegyetlenebből végzik el ezt a, ezt a munkát. Úgyhogy Isten megadta ezt a szabadságot, hogy ítéljük meg magunkat, ismerjük el Isten igényének az állítását az állapotunkról, az életminőségünkről, és ha elismerjük, akkor Isten kegyelmet ad az embernek. Tehát kulturális különbségek vannak, igen, én ajánlom minden a házasság előtt álló személyeknek, hogy a kulturális különbségeket is vizsgálják meg, hogy van-e akkora szeretet, hogy át tudják hidalni ezt a különbséget, mert ha nem, akkor a házasság kötésből fájdalom van, és látjuk, hogy a vállásokból általában nem még boldogabban jön neki az ember, ha csak olyan szabadulást nem él át valaki, hogy azt mondja már, hogy ennél bármi jobb, csak ettől a sárkánytól, vagy attól a gazembertől szabaduljak meg. Természetesen van ilyen, de azért az a tapasztalat, hogy a vállások nagyon mély sebeket, fájdalmakat okoznak az embereknek, és ezért jobb megelőzni ezt a bajt. És nem beszéltük még akkor a gyermekekről, hogy azoknak milyen nagy kárt és bajt okoz a vállás előzétek meg és gondoljátok meg, tehát a szeretet az nagyon fontos, mindig a szeretet, ezért nem lehet kívülről belebeszélni senkinek se ebbe dolgában, ők tudják, hogy mekkora a szeretet, mekkora a szerelem, de mindenféleképpen a házasság alapja egyezmény, mert nem azt gondolom, hogy papíron, van, amikor ez szükségeltetik, sok a vagyon, akkor pontos, hogy le, legyen ezen a területen is papíron legyen egy megállapodás, de mindenféleképpen a házasságnak az alapja a szövetség. A szövetség pedig nem más, még megegyezés. Megegyezünk dolgokba. Ahogy mondta a Ruth is, hogy ahová te mész, oda megyek. Ahová, ahol a te ágyad, ott az ágyam. Ahol a te asztalod, ott az asztalom. El nem hagylak téged, soha. Ha ezt tudod mondani, és megvan egy belső meggyőződés, akkor az Isten megáldja a házasságodat.